Így néz ki, amikor megfagy a még virágba burkolózott kezdődő alma termés. Ilyenkor szinte biztos, hogy gyorsan hulló lesz a gyümölcs, és ha ez nagy területen éri a gazdákat, akkor 15 napjuk van rá, hogy bejelentsék az időjárás okozta kárt. Ez is előfeltétele annak, hogy a termés kiesés után kárenyhítésre legyenek jogosultak az érintettek, akik az erről szóló igényt már csak alig több mint két hétig nyújthatják be november 30 ig kell ennek a kötelezettségnek eleget tenni, hogy elszámolnak kincstár irányában a bizonyos évben bekövetkezett hozamkéréssel, ugyanis a kár észlelésekor van egy kötelezettség, 15 napon belül ezt be kell jelenteni, illetve be kell fizetni a kárenyítési hozzájárulás szeptember 15-ig, és így kötelező jelleggel mindenki tagja lesz ennek a kárenyítési alapnak, vagy a hozzájárulásnak, de csak azok tudják ezt igénybe venni, akik november 30-áig elszámolnak azzal az igényel, ami kár neki bekövetkezett. Erre a, a, az Agrárminisztérium megszab egy referenciárat azoknak az úgynevezetteknek, akiknek nincs saját átlagáruk, és e saját éves árbevétel után áruk, és ezek egy három éves átlagból számolják ki ezt a hozamkiesést, és ezt érvényesítik, ha jogszerűen ezeket a előfelsorolt dolgokat betartották. Fontos, hogy a november 30-ai határidő jogvesztő, így aki késik, nem lesz jogosult a kárenyhítésre. Az Agrárkamara vármegyei elnöke hozzátette, idén kevésbé volt szélsőséges az időjárás, ennek köszönhetően jóval kisebb területen keletkeztek károk, mint a tavalyi évben. Tavasszal volt egy ilyen helyileg kis területeken megjelenő fagykár, ez inkább a gyümölcsösökbe jelentkezett, illetve volt jégverés a nyári időszakban, a kukoricákban, a napraforgókban tett egy, ezek volt, ahol helyenként száz százalékos kárt, csak hál' ezek olyan kis területre korlátozódtak, hogyha valakinek van 5-6 tábla kukoricája, mondjuk abból, ha egyet teljesen elvert is, és meghaladja a 30 százalékos hozamkiesést, szintén már nem tudja ezt érvényesíteni. Ez pedig azért van így, mert az idei évben kimagasló a kukorica terméshozama. Tehát ha az adott gazdálkodó maradék 4 tábláját nem sújtotta idén semmilyen kár, olyan mennyiségű terményt takarított be, hogy nem jogosult a kárenyhítő juttatásra. Rácimre elmondta, 98%-os betakarításnál átlagosan hektáronként 9,1 tonna volt a kukorica termés átlaga. Ez a 2021-ben regisztrált rekordot is fél tonnával haladja meg.